Az Esztergom csapatát fogadta hazai pályán a Koppány Monostori Sportegyesület. Nehéz mérkőzésre számított a hazai legénység, ezt korábban Berez Dezső egyesületi elnök is előrevetítette. A szombati viadalon azonban úgy tűnt, hogy nagy az igyekezet a KMS-e berkeiben. Az őszi szezon sokkal jobban sikerült a vártnál, tavasszal azonban elmaradt a teljesítmény az egymás után jelentkező sérülések miatt. A csapatkapitányt kérdeztük. Nagyon ügyes gyerekeket igazoltunk Komáromból, és jött egy tél, ugye hát télen tudjuk, hogy sok minden változik, nálunk is jöttek sérülések, sok munkahelyi probléma, és egy kicsit döcögősebb tavasz alakult, viszont azt tudni kell, hogy a csapat ugyanúgy tartja azt a taktikát, amit Víg László vezetőedző felvázol, tehát próbálunk focizni, nincs az a falusias, belerugok egyet a labdába, és ez bízok benne, hogy a nézőknek is azért tetszik. Ami talán a mi előnyünk, hogy egy nagyon egységes csapat vagyunk. Tehát nem egyének vannak, hanem mint csapat tudunk együtt dolgozni. Mindenki kiveszi a részét, pályán belül, pályán kívül. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a mai eredmény is egy nagyon jó eredménynek mondható, egy nagyon egységes Esztergommal játszottunk. Ami célt kitűztek, hogy feljutó csapatként maradjunk benne a bajnokságban, szerintem ezt a csapat teljesítette. Csináltunk egy önmagunkhoz képest jobb őszt, és talán önmagunkhoz képest egy gyengébb tavaszt, nagyon sok egyéni hibával, viszont maga a csapat taktikailag nagyon jól megcsinálta, amit kérnek tőlünk. Úgyhogy szerintem, aki kijön, az láthatja, hogy itt nem egy falusias foci van, hanem rendesen felépített komoly edzésekkel, komoly játékosokkal. A csapat több edzőváltást is megélt az elmúlt időszakban. Jelenleg Víg László a vezető edző, aki következetes és maximalista hozzáállással építette fel és irányítja a felnőtt csapat tréningjét és játékát. Az esztergomiakkal vívott mérkőzés gól nélküli döntetlent hozott. Nagyon motiváltan jöttünk az első fél időbe. Tudtuk azt, hogy egy olyan csapat ellen fogunk játszani, aki a tavaszi mérkőzésein nagyon sikeresen szerepelt. Nagyon jó tavaszi idényük van az esztergomiaknak. Ismertük őket, amennyire lehetett, fiatal játékosok alkotják, tudtuk azt, hogy jó erőben lesznek. Én azt gondolom, hogy az első fél időbe az ellenfelünk fölé tudtunk nőni, védekezésben nagyon le tudtuk zárni, le tudtuk szűkíteni a területeket, támadásban megpróbáltuk birtokolni a labdát, és tényleg szép támadásokat vezettünk, és ezekből helyzeteket tudtunk kialakítani. Visszavonulva aztán az öltözőbe, hogyan alakult az eligazítás? A második fél időre meghozta egy gyümölcsét az a néhány tanács, ami elhangzott? Természetesen megpróbáltuk megbeszélni azokat a hibákat, amik esetleg előfordultak az első fél időbe. Ugye kijöttünk a második fél időbe, hasonlóképpen folytatódott a játék, mint hogy az első fél időbe befejeződött. Azt egy kicsivel nagyobb nyomás lett rajtunk, kicsit ránk jött jobban az Esztergom, egy picit többet birtokolták a labdát, akkor egy picit azt éreztem, hogy talán a koncentrációnk is egy kicsit fogyott, lehet, hogy az időjárásnak is betudható volt ez, de úgy gondolom aztán a második fél idő második felébe ismét a mérkőzés vége felé ismét többször ki tudtunk belejönni. Ígéretes helyzeteink voltak, rögzített szituációkból tudtunk tényleg gólveszélyt jelenteni az ellenfél kapuja előtt. Mindenféleképpen összességében nagyon örülünk ennek az értékes döntetlennek. Jövő héten Sárisáp lesz az ellenfelük, mely hasonlóan az Esztergomhoz nehéz összecsapást ígér. Céljuk azonban a bennmaradás és a görcsösség nélküli labdarúgás.